Még nem múlt el az oltás szezonja, ezért ezzel a témával is foglalkoztak a napokban megrendezett gyulai program résztvevői a Gazdaudvarban. Mint ismert, az oltás során mindkét érintett növényi részen sebet kell ejteni, a gyümölcstermő fák és cserjék esetében kellő gondosság esetén a két rész összenő, és később sok örömöt szolgáltathat a gazda számára. Érdemes megfontolni, ha egy-egy fajta nem tetszik, akkor átoltom másik fajtával, és ezáltal szélesedik a kertünkbe a gyümölcsfajta állomány. Arról nem beszélve, hogy a közel egy időbe érő fajtákat lehet egy fára, akár többet is oltani. Csak a fajt kell betartani, tehát nyilván az almaféléket ugye almafélékre, a cseresznye megy, csonthéjasokat, a cseresznyét megyet, azt ugye ő rokonságban kell ültetni, tehát arra ügyelni kell, hogy almát nem fogok tudni cseresznyére oltani, meg szőlőteperfába, mint ahogy mondanak, hát ilyen nincs. A programon az április elejé munkálatokkal is foglalkoztak, a résztvevők áttekintést kaptak arról, ilyen időtájt mivel is érdemes foglalkozni. Burgonyát lehet most már kicsit mélyebb barázdába téve, majd később, hogyha fagyveszély van, betakarni. Paradicsomot, paprikát, paradizsánt lehet palántanevelésre, védettebb helyre rakni, de vannak már olyan paradicsomfajták, amiket szabad földbe is el lehet vetni. Kicsit mélyebbre, és amikor elmúlnak a fagyok, addig ő már szépen kijön, meggyökeresedik, erősödik. Káposztaféléket már lehet ültetni, sőt, ugye, ha házilag akarjuk a palántát előállítani, vetni, és csak az fontos, hogy a szaporító hely, ahol történik a vetése, az védett helyen legyen, vagy egy kis fólia, hogy a fagyok ne tudják befolyásolni ezeket a növényeket, mert ugye lehet, hogy nem fagy el, de döntően befolyásolhatja a káposzta fejesedését, vagy a karalábénak, hogy fás legyen, vagy ne legyen fás. Ha megfázik, a karalábé képes arra, hogy fás legyen. Ha megfázik a karfiol, képes arra, hogy csak egy fél rózsát hozzon, és ugye a virágja, a termése az, amit teszünk. Pomázi Ferenc arra is felhívta a figyelmet, hogy már lehet dinnyét palántázni, tököt vetni. A palántákat leginkább május elején érdemes kiültetni, amikor már jelentősen csökken a fagyveszély.